A szlovákiai nagysáros sportja fennállása 100. évfordulóját ünnepelte, így a városban űzött valamennyi sporták számára rendeztek egy versenyt a településen. A legmagasabb szintet képviselő tekézők a hagyományos sáliskupára ezúttal is meghívták a nyíregyháziakat, akik Fehér Béla, Mogyorósi Péter, Szegő Levente, Hakker Dezső, Finta Zoltán, Szilágyi Sándor összeállításban képviselték az NTK-t. A kupát a kassaiak vihették haza, a nyíregyháza a második nagysáros mögött a harmadik helyet szerezte meg. Kevés edzéssel azt lehet mondani a hátunk mögött, de mégis annál nagyobb szeretettel mentünk a sarisi katlamba, mert nagyon szeretjük ezt a pályát, és nagyon vendégszeretőek voltak a hazaiak, és hozzáteszem, hogy sikerült mégiscsak éremmel távoznunk, ugyanis a harmadik helyre azt lehet mondani az utolsó pillanatokban sikerült felkapaszkodnunk, és így nem távozhattunk üres kézzel. Maga a csapatfánk, a 3267 fa, az egy kicsit elmaradt az általam várttól, de mint mondottam, ez ebbe a teljesen volt szezonban egy abszolút jó eredmény, és hogyha hozzáteszem, hogy Szegő Levente az 575 pályával a legjobb külföldi játékosnak járó díjat is elnyerte, akkor azt mondhatjuk, hogy tényleg elégedetten távozhattunk a sarisi kupáról. A nyíregyháziak ezen a nyáron a hagyományoktól eltérően nem tartanak szünetet, heti két alkalommal találkoznak majd a Városi Stadion Tekecsarnokában. Nem álltunk le az edzéssel, ugyanis már fel kell készülnünk a hátralévő szuperligára, annál is inkább, mert borzasztó nehéznek ígérkezik a jövő évi szuperliga. Rebesgetik, és úgy néz ki, hogy bevezetésre kerül, hogy jövőre 4 csapat esik ki a 12 csapatból a mezőnyből a szuperligából, ugyanis át akarják szervezni, egy kicsit csökkenteni akarják a létszámot, mert túl sok a meccs szám a nagy csapatok számára, és ez azt lehet mondani, hogy sok csapatnak komoly problémát fog majd jelenteni, ha a bemaradás tekintetében is igazából nem szeretnénk oda kerülni, bár mi is a kieső jelölt csapatokhoz vagyunk egyenlőre még sorolva, de úgy gondolom, hogy ez a csapat képes majd mégis felvenni a versenyt a középmezőnnyel és természetesen a hátsó alakzattal. Az NB1-ben bajnoki címet szerző csapatból senki nem távozik, és elképzelhető, hogy tovább erősödik a keret, mivel a nyíregyháziak tárgyalásban állnak egy szuperligás játékossal.